Tolnán két közintézmény vezetésében is változás áll be a következő hónapokban. A Vosinski óvoda és a családsegítő központ vezetői nyugállományba vonulnak a közeljövőben. A megüresedő óvoda vezetői pozícióra az önkormányzat pályázatot ír ki, melyet szeptember 16-ával tölt be az új igazgató. A családsegítő központ intézmény vezetőjé, de a zállás helyett nem az önkormányzat írja ki, hanem a családsegítők központot ugye társulásban működtetjük, tehát ott a, az a társulás írja ki, de hát ezúton is biztatok mindenkit, aki, aki érez magában valami erőt, és nyilván a képzettsége, végzettsége is megvan hozzá, hogy bátran pályázzon, mert várjuk a, szó, a, a jó szakembereket mind a két intézménynek az élére. A házi orvosi feladatellátásban is változás lesz a jövőben. Andróci Ferenc a legutóbbi testületi ülésen jelentette be nyugdíjba vonulását, így a házi orvosi praxis is hamarosan betöltésre vár a városban. Dolna vezetése szolgálati lakás biztosításával kívánja ösztönözni a lendő házi orvosokat. Egy szolgálati lakásunk van, de úgy döntöttünk az előző testületi ülésen, hogy, hogy a Lehel utcai ingatlanunkat, ami gyakorlatilag egy ikerház, és eddig csak az egyik fele volt szolgálati lakás, és most a másik felét is szolgálati lakássá nyilvánítottuk, hiszen tudva levő, hogy a német doktornő nyugdíjbe vonulásával már korábban megürült egy praxis, és azt gondoljuk, hogy vonzóbbá tehetjük a, egy orvos idejövetelét azzal, hogy esetleg lakhatást biztosítunk a számára. A város éves költségvetéséből jelentős összeget, mintegy 9,5 millió forintot különített el a Tolnán és Tolna Mözsön működő hat sportegyesületnek, továbbá több mint 3 millió forintot ítéltek meg a sportingatlanok üzemeltetésére és fenntartására a Tolnai Kajakkenu esse és a Tolna Városi Futball Klub és Szabadidős Társaság javára.